Köszöntelek a stúdióban. Legutóbb, hát jó fél éve találkoztunk, sőt már több, talán egy éve is van majdnem annak, amikor találkoztunk, de a Timpanon Kft. Apropó M-Timpanon, vagy Város Timpanon? Város Timpanon. Város Timpanon. Van M-Timpanon is, de ők építészettel foglalkoznak. Igen, és te pedig? Hát a mi cégünk, ez egy 15 fős kis vállalat, tájépítészettel, várostervezéssel, térépítészettel, település és területfejlesztéssel foglalkozunk. Természetesen sok szaktervező partnerünk van, mert hiszen olyan összetett egy város, hogy ez sokféle szaktudás és igen, szakértés szükséges. Most jó pár éve már, hogy Ajka a Timpanon Kft. Látókörében van, tehát gondolom ez nagyon sok tapasztalatot is jelent. Legutóbb, illetve legfrissebben most a Torrapatak rekultiváció az, ami érdekli az embereket, és a Timpanon Kft. Beleavatkozna ebbe a dologba. Hol tart ez a projekt? Most is volt egy megbeszélés, ha jól tudom, ez ügyben. Igen, igen. Hát ugye az év elején írt ki a város a minisztériummal együttműködve egy közbeszerzést, ahol jó pár cég indult, ugye ez két dologra irányult, az ajkai csapadékvízrendszer fölülvizsgálata és továbbfejlesztése, és másrészt az ajkai tornapatak egy bizonyos szakaszának a sok szempontú megújítására. És itt szerencsés módon mi lettünk ennek a tornapatak szakasznak a befutó. Ez mekkora szakaszt jelent? Akkor nem az egész városon áthúzódó szakasz, hát csak ez egy jó 3,2 kilométeres szakasz, tehát ez a... Az a belvárost is érinti akkor? A belvárosban gyakorlatilag a Mekitől, az ott lévő gyalogos hídtól kezdve egészen ki a hajdani Kunmalom térségéig, ez a vasúti híd, az nem régen, jó ideje épült, új vasúti hídon túl is tart egy pár száz, jó pár száz méterig. És milyen formában vannak, milyen stádiumban vannak most az elképzelések? Hát ugye a munka, a feladat úgy lett meghatározva, hogy ebben a kőkemény klímaválságban, ugye, aminek az egyik nagyon fontos eleme a hőmérséklet emelkedés és azok a hőhullámok, amik alapvetően megváltoztatják a hazai klímát, a mezőgazdaságot, a tájhasználatot, a hőérzetünket a városban, a városi közérzetünket, ezt milyen eszközökkel tudjuk segíteni. És ugye ennek az egyik eleme a víz visszatartás, tehát hogyha itt van a víz a városban, ugye minden emberi település alapja a víz, az ivóvíz, meg az a víz, ami dolgozik helyettünk. Így van, az élet alapvető feltétele. Így van. És hát ma már ugye az árvízvédelem az egy ilyen 150-200 éves vízgazdálkodási szemlélet, de ma már emellett sokkal komplexebben kell a vízhez viszonyulnunk, tehát azt igenis be kell szivárogtatni a talajba, itt kell tartani, hogy párolódjon, ami jó a növényeknek, jó nekünk, hűti a hőmérsékletet, tehát rengeteg hihetetlen fontos előnye van ahhoz, és ahhoz segít bennünket, hogy a városi létünk az komfortos és elviselhető legyen. Na most ugye a tornapatak eléggé hektikus, ugye van egy forrásrendszere, amiből egy viszonylag kicsi vízhozam következik, ezt látják az ajkai lakosok nap mint nap, tehát hogy ha nagyon akarjuk, át lehet rajta sétálni és gyalogolni legtöbb helyen, 20-30-40 centis. Hogyan lehet gazdálkodni kevés vízzel? Ugye ez a kérdés. Igen, ez az egyik, hogy hogyan lehet gazdálkodni kevés vízzel. A másik, meg ugye amikor hirtelen jönnek a klímaválság következtében, ezek a villámárvizek. Volt már árvíz a belvárosban, ugye néhány 2014-ben, meg talán 16 vagy 18, ugye amikor a hirtelen leszakadó esők, ugye ezek részben a,
ugye a patak állandó vízére hirtelen rá települtek. És ezek jöttek Kislőd felől is, de igazából a város az, ahol nagyon sok burkolt felület van, és ezekről a burkolt felületekről nagyon gyorsan lefolyik a víz, és hát ez jelentős részben a tornába folyik be. És hát ezt nem tudta elvezetni a patak. Egyrészt a kerékpáros híd a Hild Parkban alacsonyra lett építve, a Csingeri út alatti hídnak a kapacitása ezekhez a lökésszerű dolgokhoz. Így van. Ezek a műtárgyak azok. És hát most ezt vizsgáljuk, ez a feladatunk, hogy hol vannak szűkületek, hol vannak olyan szakaszai a pataknak, ahol esetleg mederbővületekkel lehet lassítani ezeket az árhullámokat, illetve a vizet egy kicsit jobban elteríteni. És hát ezen a 3,5 kilométeres szakaszon, ugye, ami különféle részekből áll, és ezek nagyon izgalmasak, mert ugye van a belvárosi rész, ami most egy nagyon méltatlan szakasz a Csingeri úttól, a művelődési házig, nem csak a látvány, élővilág, minden szempontból egy, mondjuk úgy, hogy nagyon idejét múlt, katasztrófa sújtott, lepusztult, használhatatlan valami, miközben egy városközpontban egy víz jelenléte, hát az a világ legjobb dolga és a legjobb lehetőségeket kínálja. Hát erre vonatkozóan van egy kialakuló javaslat, akkor van ugye a Hild Park, ott az a kilépésnek az egyik, a kerékpáros híd miatt az egyik kritikus területe, buszpályázat. Itt is már a vizsgálatok lezajlottak, fantasztikus értékes fák vannak, itt lehetőség van a mederbővületek kialakítására, kis mellékág kialakítására, és egy olyan játszótér megújítása, ami ehhez a vizes tematikához is passzol. És ez ugye ez a rész, ez a burkolt medrű rész egészen a Béke utcáig tart. És ugye ott, itt is vizsgáljuk, hogy hogyan lehet bővíteni a medret. Itt volt egy Ilona Malomnak hívott építmény, ami most nem malom, már igazán nyilvánvalóan, már régóta nem malom, de benne van ez a tervekben valahogy, annak a tervnek a rekultiválás, esetleg valamilyen hagyományok felélesztésével, malomárok vagy egyebek beiktatásával. Igen, ezt nagyon jól mondod, ezzel foglalkozunk. Ugye az Ilona Malomról, ha jól tudom, tárgyal a város a tulajdonossal. Ott azért vannak városi területek, és kicsit nagyobb, szélesebb a önkormányzati tulajdon, de a nagy, tehát a volt Molnár ház, ami a Malomtól keletre van, ahhoz egy nagyobb telekrész tartozik, ezt rendkívül jó lenne belevonni a projektbe, és hát itt lehetne lehetőség egy olyan ökológiai szempontú mederszélesítésre, parkosításra, a malomárok valamilyen szintű helyreállítására, ami azért nem egyszerű, mert a vizsgálataink azt mutatták ki, hogy különösen ettől a résztől kifele, ahol már nincs a meder leburkolva, a patak folyamatosan egyre mélyebbre ásta magát. És ugye az Ilona Malom az egy térsége, az egy olyan váltó rendszer, ahol ezt a városi és parkos ökológiai szakaszt tulajdonképpen a kertek alji szakasz váltja föl, ahol egy nagyon meredek rézsű, de egy egész jó természetes állapotú mederben folyik, igen, mélyen a patak. És aztán följebb vannak az erdei szakasz, mi úgy hívjuk, ami elmegy egészen a vasúti hídig, több közúti híd is van rajta. Ugye ez a Kislődi út, Téglagyári út, Kislődi úttal párhuzamos szakasz. Hát itt már 3-4 méter mélyen bevágódott a patakot. Mondták a környékbeliek, hogy 30 évvel ezelőtt még behajtottunk a lovaskocsival, meg betudtunk, meg hogy
És hát egyre mélyebb lesz. Most már elérte az alapkőzetet, ennél már nagyon mélyebbre nem tud menni. De hát ez, ugye ahogy bevágja magát a patak, a rétegvizek meg a talajvizek azok ott elszivárognak, vagy a patakba, vagy elpárolognak. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, és ezt csak úgy lehet visszacsinálni, hogyha egy kicsit majd, hát ezeknek a, még a tervezése folyik, tehát ezekről inkább még nem szívesen beszélnék, de szeretnénk kisebb lépcsőkkel, bukókkal lassítani a patakot, és hogy a víz az itt maradjon, amennyire lehet beszivárogjon a talajba. És hát ugye a vasútnak a déli oldalán, ott a hajdani Kunmalom térségében, ott lehetőség lenne, hát ezt még vizsgálják, számítják a vízmérnökök, hogy szükséges-e és milyen ilyen időszakos zöld tározó kialakítására, ami nem egy, hogy mondjam, asszuáni gátra kell gondolni, hanem ilyen 1 méter 80 centis földtöltés, és akkor ott, hogyha nagyon nagy víz jön, ott lehet lassítani, és ezzel időt lehet nyerni, hogy lefolyjon a víz, mert ugye nem is a föntről jövő víz a gond, hanem az, ami hirtelen a Babucsa felől, meg a Vasút utca felől, meg a Téglagyári útról, a lakótelepről, onnan bezúdul a patakba. Tehát ezek együtt okozzák a... Na most olyan vagyok, mint egy kisgyerek, aki hall valami ajándékról, és akkor szeretné azonnal látni. Nyilván egy hosszabb tervezést tart még a dolg, és pláne a kivitelezés, közbeszerzés, stb. El fog húzódni még egy darabig. Lehet-e már látni esetleg azt, hogy a patak melyik részén kezdődnek majd a beavatkozások? Hát ezt még nem lehet látni, de ugye nem, ezt még ne, tehát nem tart olyan szakaszban a terv, de mindenképpen ugye, hát ezt nem lehet akármikor építeni, tehát ezt valószínűleg a nyári időszakban, amikor kis víz van, ez egy bonyolult organizáció, mert ugye a mederszélesítések miatt úgy kell megtervezni ezt az egészet, hogy minél kevésbé zavarja a lakosokat, a tulajdonosokat. Ugye itt a tulajdonosokkal, a közelben lakókkal sok egyeztetés lesz majd, hogy a forgalom, meg hogy hát bizonyos helyeken olyan növényzet van, ami kifejezetten nem jó a pataknak. Tehát mert olyan invazív növények vannak, ez a keserű fű, ez ilyen bokorszerű, nádszerű valami, de vannak akácosok. Ezek kigondolom, meg kell szabadulni akkor. Hát ezeket, igen, ezt nem lehet vagy úgy radikálisan, hogy fölgyújtjuk az egészet, igen. Hanem ez egy ilyen szelekció. Itt ki lehet vágni, mit tudom, hogy jár-e majd ez az egész tervezési, inkább építkezési folyamat kisajátítások, vagy érinte a magántulajdon részét a... Hát ez a legnehezebb kérdés, ugye, mert az ingatlan pénzt jelentene, erre a rehabilitációra vannak előirányozva EU-s operatív programokban megcélzott pénzek, és nyilván ezt a város a tervek birtokában igényelni is fogja, de nyilván ebből nem lehet mindent megoldani, és kisajátítani meg végképp nem lehet. Tehát nekünk egy ilyen gúzsba kötve kell táncikálnunk, és hát persze a patak nem ismeri a földhivatali ingatlan nyilvántartást, és a patak egy élő rendszer, tehát már jó néhány helyen nem ott folyik, ahol a telke van, mert hát nem mondták el neki azt, hogy hát barátom, ott a telek határ, és nem menj arra. Érdemes lett a természeti törvényeknek. Igen, tehát ez nagyon fontos, hogy ez egy élő rendszer, és az ebbe való beavatkozás az már nem történhet úgy, ahogy a városközpontban történt, tehát hogy egyszerre kell az élővilágra is figyelni. Ugye hát itt már a hódok is megjelentek, és hát ez egy nagyon fontos markere vagy mutatója, hogy ha itt már a hódok, meg a halacskák, meg a rákok, nagyon komoly ökológiai vizsgálatok készültek már a különféle élőlényekről, nem csak a növényekről. Tehát van lehetőség, és elég jó a vízminőség az előzetes vizsgálatok alapján, tehát nincs
olyan szennyeződés, ami ne tenné azt lehetővé, hogy itt vissza természetesítsünk szakad. Vagy utat engedjünk a természetnek. Vagy ez a jó, ez a jó, amit mondasz, mert visszafele nem tudunk, az emberek tudnak visszafelé menni, de a természeti nem folyamatok nem, azokat nem lehet visszacsinálni. Amit már elbaltáztunk mi emberek, a különféle jó szándékú beavatkozásainkkal, azok akármekkora energiát fordítunk rá, nem visszacsinálható. Tehát egy olyan új rendszert kell fölépítenünk, amit majd be fog lakni a víz, a növényzet, az élőlények. És hát ez a nagyon nehéz ebben, és ezért megy picit időnként lassabban, vagy sok egyeztetést igényel ez a tervezés, hogy jó legyen az élővilágnak is. De hát ugyanakkor ugye jelenleg a vízügy az üzemeltetőjének a... Mert felnyitott ezekre a kezdeményezésekre a vízügy? Vagy együttműködik konstruktív módon a tervezőkkel is? Hát igen, azt egyéb kell, hogy mondjuk, hogy konstruktív a vízügy, de ugye általában azért úgy van minden bürokratikus rendszerrel, és ez a vízügytől az önkormányzatig mindenre igaz, hogy hát van egy megszokott menet, és attól a szereplők, akik ebben a rendszerben működnek, hát így szoktuk. Nehogy már most nekem valami nagyon nagy, komoly ugrást kelljen tennem, mik. Hát az kényelmetlenség jár, felelősséggel is jár. Lehet, ugye, és később számunk. Igen, hát ez sajnos tragédiája nem csak a magyar közigazgatásnak és államigazgatásnak, tehát jó értelemben szükség van a bürokráciára, és az alapvetően anélkül nem működnének ezek az összetett, bonyolult rendszerek, csak hát a bürokráciában is emberek vannak, és hát az emberek azok arról szólnak, hogy képesek bármit föltalálni, hogyha ezt kevesebb energiával tudják megcsinálni. Igen, állítólag ez a fejlődésnek, a találmányoknak a motorja, a lustaság. Igen. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél a stúdióba, kíváncsian várjuk a fejleményeket. Hát én még jó pár évre ad gondolom gondolkodni és mondani valót a média számára és a tervezők számára is. Igen, hát ugye mi nekünk ebben az évben a terveket le kell szállítanunk. Hát valószínű, hogy nem lesz meg minden engedély, mert ezek elég hosszadalmas eljárások, de én úgy tudom, hogy a város itt ősszel megkezdi a addigra már a kidolgozott, hanem is engedi, de a letisztázott koncepciótervek alapján az egyeztetést a közeli érintett lakossággal, de az egész ajkai polgársággal. Akkor ismétlem magamat, köszönöm szépen, és várjuk a fejleményeket. Köszönöm, hogy eljöttél. Minden jót, viszontlátásra.